Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plusz Televízió térségi közéleti magazinjának 15. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban beszámolunk a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány jótékonysági délutánjáról, képet kaphatnak a Galgahivízi ökofaluról, és egy bortechnológus is ellát minket tanácsaival a szüret ideje alatt. Tartsanak velünk! Egy korábbi adásunkban Bartók Anikóval beszélgettünk, aki a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány szervezésében kezdeményezett jótékonysági délutánról beszélt nekünk. Szeptember 24-én lezajlott a program az Evangélikus Gimnáziumban, és ennek kapcsán hívtuk meg a kuratórium egyik tagját, Blaskó Tiborné Marikát. Szeretettel köszöntelek téged! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Mi is az alapítvány valódi célja, miért jött létre ez a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány? Elsősorban a betegek várakozásának a komfortosabbá tétele, a körülményeknek a javítása, hogy úgy mondjam. Tehát az alapítványnak ez a legelső célja, és maga az alapítvány nem fogja megoldani a rendelőintézetnek a problémáját, tehát a működtetési hiányból adódó problémáját. Ez csak a 12 önkormányzatnak az összefogásával fog megvalósulni, reményeim szerint. És a 12 önkormányzatnak együtt, vagyis mindegyiknek 80 forintot kellene havonta fizetni lakosonként ahhoz, hogy a működési hiány megszűnjön, hogy úgy mondjam. Erre ez nem egy egyedi példa lenne, mert Gödöllő és Veresegyház esetében mind a két önkormányzat nagyban támogatja a szakrendelőnek a munkáját évente, minden évben. Na most tudjuk, hogy Aszód nem terhelhető ezzel, mert nem lehet összehasonlítani Aszód és Gödöllő infrastruktúráját, ezért lenne igazságos az, hogy nem csak a szót, hanem a 12 község önkormányzata vállalna ebből a teherből. Nyilvánvaló, hiszen közös problémáról van szó, közösen kell megoldani. Ha jól tudom, te nem csak szervezőként veszed ki a részed a programban, hanem úgymond összefogója is vagy az alapítvány munkálatainak. Hogyan is kapcsolódik a te tevékenységed ehhez a jótékonysági délutánhoz, illetve magához az alapítványi működéshez? Tehát kezdjük azon, hogy az alapítványi működés az egy csapatmunka, amiben a magyar igazgatóasszony, tehát a kuratórium elnöke, Mankovicsné Masznyik Katalin vesz még részt gazdasági részről, és a kuratórium alapítója, Bodó főorvos úr is szintén kiveszi a részét a munkálatokból, de természetesen, mivel ez egy csapatmunka, így mindenki tud mindenről, tehát nem mondom el azt, hogy én fogom össze, szoros kapcsolatban vagyunk egymással, és mindig mindent megbeszélünk. Hogyan értékelnéd a szeptember 24-én lezajlott irodalmi délutánt? Milyennek láttad a műsort? Én azt hiszem, hogy aki vette a fáradtságot és eljött erre a rendezvényre, az mindenki jól érezte magát, tehát pozitív visszhangokat hallottam. Az emberek jól érezték magukat, szép volt a műsor, és nagyon jól meg volt, azt hiszem, rendezve is. Tehát maga a helyszín, az Evangélikus Gimnázium felemelő helyszínt nyújtott ennek a rendezvénynek, ugyanakkor a tanárok és a diákok hihetetlenül kivették a részüket ebből a munkálatokból, illetve a rendelőintézet dolgozói szintén, azt már előző nap is ugye megkezdődtek az előkészületek, sőt, az előkészületek már jóval régebbről megkezdődtek, de mondjuk a próba az pénteken volt, és szinte a rendelőintézet dolgozói egyként lélegeztek, és mindenki tette a dolgát, és csinálta a dolgát, úgyhogy a háttérben nagyon jól meg volt szervezve, én úgy érzem, tehát és egyik vendég sem panaszkodhat, egyik fellépő sem. Igyekeztünk magunkból a legjobbat nyújtani, illetve szeretettel fordulni a vendégek és a fellépők iránt egyaránt. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült.
Nagyon szépen fogalmaztál, hogy a szervezők egyként lélegeztek. Hogyan láttad vajon a résztvevők is egyként lélegeztek veletek? A települések önkormányzatai képviseletében ott voltak, akikre számítottatok? Sikerült azt a létszámot elérni, amire számítottatok? Hát sajnos ez nem teljes mértékben valósult meg, pedig nagyon igyekeztünk. Tehát már hónapokkal ezelőtt megindultak az előkészületi munkák, egyrészt a szereplőknek az összeállításában, másrészt pedig, hogy hogyan is találjuk meg az utat az önkormányzatokhoz. Tehát elment nekik a meghívó, külön személyre, névre szóló meghívó ment el az összes 12 önkormányzat, tehát nem csak az volt, hanem 12 önkormányzathoz, a képviselőtestületekhez, mert ez a probléma az aszódi rendelővelnek a problémája nem kifejezetten aszód problémája. A 38.500 emberből 6.000 aszódi, a többi pedig a többi 11 településen él és mozog, és mi nagyon szerettük volna, hogyha az összes önkormányzat képviselteti magát, tehát én azt hiszem, hogy megadtuk nekik a tiszteletet, és egy szép meghívóval vártuk erre a rendezvényre, sőt, névre szóló székeket kaptak, de sajnos nem teltek meg ezek a székek. Tehát nem mindegyik önkormányzat érezte úgy, hogy ezen a rendezvényen részt kellene vennie, pedig hát az önkormányzatoknak a lakosságukat kell, hogy képviseljék elsősorban, úgy gondolom, és ez igen érzékenyen érinti ezt a 38.500 embert. Azok a székek, amelyek nem maradtak üresen itt a rendezvényeteken, ezen székek tulajdonosai mit láthattak ezen a délutánon, milyen programokkal vártátok őket? Nagyon változatos programok voltak. Igyekeztünk mint irodalmi, mint zenei produkciókkal megörvendeztetni, hogy úgy mondjam, a közönséget, és azt hiszem, hogy sikerült is. És a színpadi produkción kívül más egyéb látnivalók is voltak, ahogyan azt ugye a kolléganőt beharangozta korábban. Igen, természetesen. Főleg egészségügyi dolgozók munkáiból voltak kiállítások. Például említhetném a Kerepestarcsai Kórháznak, az orvosainak a kreatív fotóit, az Aszódi Fedinász doktornak a festményeit, szintén elismert művész, akkor kolléganőnk Vasné Szabó Ágotának és párjának, Takács Lászlónak az akvareljeit, illetve Ágota költő, tehát ő verseket írt ezekhez a képekhez, és így rakták föl. Akkor különböző kézi munkák voltak láthatók, például a Tarcsai Kórház asszisztensei részéről, úgy a mi rendelőnk részéről is. Ezen kívül még volt kolléganőnk, sógyurmákkal örvendeztette meg, és nagy sikert aratott vele, tehát tényleg vevők. Főleg a gyerekek körében. Igen, hát nem csak a gyerekek, idősebbek is, tehát ezek annyira igényesen elkészített sógyurmák, hogy mindenki szeretett volna abból venni. Ezen kívül még Kapu Júlia és Kapu Lajos képzőművész, illetve festőművész elkészítette a koronázási ékszereknek a másolatát, azt elhozták erre az eseményre. Ezen kívül különböző kovácsoltvas készítményeket mutattak be, számos Bartók Anikó például könyvet ajánlott föl, Szabó László könyvet ajánlott föl, Csernyi Magdolna szintén könyvet ajánlott föl a verseiből erre a rendezvényre. De én azt hiszem, hogy nagyon színes kiállítás volt. Abszolút, még végighallgatni is kellemes, nem, hogy részt venni rajta. Hát végignézni, szóval nagyon szép volt. És ugye jótékonysági apropóból létesült ez a rendezvény, ugye támogató jegyekkel lehetett támogatni az alapítvány munkálatait. 510.000 forint összeg gyűlt össze ezen a délutánon, aminek már keressük a helyét, tehát inkább úgy mondanám, hogy már költöttünk is belőle, tehát az egyik ilyen megvalósításunk az, hogy veszünk egy szivattyút, aminek a segítségével mindenhova a rendelő legtávolabb pontjára is minél, tehát 2 másodpercen belül eljut a meleg víz, és ez nagyon fontos. Ezt mondjuk csak magát a szivattyút kellett megvennünk, a beszerelését Bodó Gyula vízszerelő ingyen vállalta, tehát ez alatt, a rendezvény alatt hihetetlenül sok jó emberrel találkoztunk, mert maga a rendezvény
teljesen szinte önköltségi áron valósult meg, ami azt jelenti, hogy magának, az alapítványának pénzbe nem került, hanem nagyon sok segítő, jó ember adta össze mindent, amihez a rendezvényhez kellett, tehát magát a helyszínt, a hangosítást, a produkciókat, a büfébe a süteményeket, a vizet, a kék sálat a nyakunkba, amivel az együtt, tehát az összetartozásunkat szerettük volna kifejezni a résztvevők felé. Tehát, de számtalan sor, olyan hosszú lista van mind a támogatóktól, és a szereplőkről is, hogy felsorolni sem lehet. Tehát szándékosan nem mondok nevet, mert nem akarok senkit sem kifelejteni, mert sem kihagyni és megsérteni. De nagyon jó tapasztalat volt ennek a rendezvénynek az összefogása abból a szempontból, hogy láttuk, hogy nagyon sok jó ember van. Tehát akinek igenis nem mindegy, hogy mi lesz a rendelőintézettel. Visszatérve egyébként az előző kérdésre, egy kicsit elkalandoztam. Tehát akkor megvalósítottuk a szivattyút, megvettük a sürgősségi táskát, ami ANTS előírás, és eddig még sajnos nem volt rá lehetőségünk, mindig kölcsönkértük az ügyelettől, mert vannak olyan rendelések, akik már igen csak korán elkezdenek dolgozni, és akkor még esetleg nincsen orvos a háznál. Tehát, hogyha szükség van rá, akkor tudjuk alkalmazni és használni. Úgyhogy ez a másik dolog, és még az is alapítványi pénzből valósult most meg, hogy a labor számára egy fecskendőt kellett vásárolni, hogyha azt nem tesszük meg, akkor megállt volna a kémiai automatánk. Erre speciál az Aszót Városért Alapítvány segített egy nagyobb összeggel, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Na most ezzel a pénzzel pedig, amink most jelen pillanatban van, és még támogatói jegy még mindig van, és kapható, és reményeink szerint fognak is venni az emberek. Tehát nem kell ahhoz jótékonysági estén részt venni feltétlenül, hanem vásárolni egyéb úton is. Terpe van véve, hogy a tüdőgondozóba is át fogunk vinni. Már egyébként kértek több helyre, hogy vigyünk el több darabot, és szeretnének az emberek vásárolni, valamint magán a szakorvosi rendelőnek a recepcióján is lehet vásárolni. A mostani célunk az, hogy olyan padokat tudjunk venni a rendelőintézet számára, ahol kényelmesen tudnak várakozni a betegek. Tehát sajnos, ami most van, az 3 éve lett felújítva, nagyon szép műbőr ülések voltak, de sajnos rövid időn belül szétszették. Uh-huh. Tehát kiszedték a belsejét, azon nem lehet ülni. És most ezt próbáljuk megvalósítani, hogy egy olyan padokat beszerezni, amit talán nem tudnak olyan könnyen tönkretenni, illetve mégis kényelmesen tudnak várakozni. Tehát ez a legközelebbi cél most. Értem. És akkor ugye támogatójegyekkel lehet ehhez hozzájárulni, illetve önkéntes segítséggel, akár fizikai munka felajánlásával is továbbra is. Így van. Már gondolkozunk tovább, és próbáljuk mozgatni tovább a szálakat, tehát keressük azokat a vállalkozókat, szakembereket, akik tudnának segíteni, mert a szakembernek a munkája legalább annyiba kerül, mint maga az eszköz, vagy amit be kell építeni. Tehát ezzel tisztába kell lenni, és bizony az alapítványnak nagyon szűkös pénzből kell gazdálkodnia, és nagyon meg kell gondolnia, hogy mire költ. De úgy tűnik, hogy ebből a szűkös pénzből is elég aktívan működik az alapítvány, és ugye itt a háttérben mögöttem látunk egy alapítványi zászlót is, amit beszereztetek. Ennek mi a története? Hát ennek nagyon érdekes a története. A tüdőgondozós lányokkal éppen egy megbeszélést tartottunk, mert ahhoz, hogy ez a rendezvény flottul és jól lemenjen, azért össze kellett fogni a szálakat, tehát tulajdonképpen kapcsolatba kellett lenni mindenkivel, és ugye valamilyen szinten megbeszélni a dolgokat. És egy ilyen alkalommal felvetődött az egyik tüdőgondozós hölgyben, hogy hát miért nincs zászlónk. És én nekem már annyi minden után kellett mennem, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, tőlem lehet, valósítsd meg. És innentől kezdve hihetetlen volt, mert ez egy pénteki nap történt, és már kedden mondták, hogy kész a zászló. Tehát egy aszódi műhímzőhölgy és egy kartali asztalos készítette el magát a zászlót,
És akkor innentől kezdve kezdtem el gondolkodni, hogy na, akkor ennek a zászlónak valami jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk. És akkor innen jött az ötlet, hogy ez az jótékonysági délután ne csak egyedi eset legyen, és ne csak a szódra korlátozódjon, hanem próbáljuk meg továbbadni, hiszen 12 településről van szó, próbáljon meg a 12 település is magáénak érezni ezt a problémát. Legelőször Iklat polgármestere Madarász István úr fogadta el a zászlót tőlünk tulajdonképpen, tehát előzetes megbeszélés alapján, és a cél az lenne, hogy minden település, mert én vallom, hogy minden településnek vannak saját kincsei, vannak saját tehetségei, amit igenis meg lehet mutatni, meg kellene, hogy mutatni, és hogy lássuk ezeket a tehetségeket, hogy próbáljanak meg egy ilyen jótékonysági rendezvényt megszervezni, de ezt viszont tudják mind a 12 településen legyen hirdetve, mind a 12 településről akár elmehessenek oda és megnézhessék, de a televízión keresztül pedig még inkább nézhessék, hogy úgy mondjam, és ismerjük meg egymás kultúráját, ne csak egymás mellett éljenek a falvak, hanem tulajdonképpen a jó cél érdekében együtt éljenek a falvak. És gyakorlatilag ez fog történni, akkor legyen az ön szívügye is alapítvány zászlaja alatt a 12 település. Remélem, igen, Galgahévízről is már ígéretet kaptunk, hogy tehát Iklad után Galgahévíz fogja elvinni a zászlót, még várjuk a további településeknek a jelentkezését. Én nagyon bízom benne, hogy a jó példa az, tehát a jó példát követni fogják. Legyen így. Fogjunk össze közösen az Aszódi Rendelőintézet ügyéért. Bízom benne, hogy meg fog történni. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm a meghívásotokat. Egy korábbi adásunkban vendégünk volt Nagy Andrea, a Galgamenti Népfőiskola titkára, akivel az ökofalu kialakulásáról beszélgettünk. Az ökofalu egy galgahévízi létesítmény, ennek kapcsán hívtuk meg most stúdiónkba Paraszkai Sárát, aki a Galgamenti Népfőiskola, illetve a Galga Farm Egyesület kuratóriumi tagja. Szeretettel köszöntöm Önt a stúdiónkban, Sára. Szeretném megkérdezni Öntől, hogy a galgahévízi ökofalu ötlete hogyan jött, és mikor is alakult ki ez a létesítmény? Hát maga az ötlet az nagyon régi, még a 80-as években pesti baráti körökben terjedt el ez a gondolat. Varga Géza, aki Svédországban végezte a tanulmányait, az hozta a hírét, illetve a világon ekkor már voltak ilyen kezdeményezések, és hát nagy érdeklődéssel hallgatták jó sokan, bár az az időszak olyan volt, hogy semmiféle ilyen egyesület nem jöhetett létre, tehát ezek inkább ilyen, mondhatnám azt, hogy titkos összejövetelek voltak magánlakásokon, vagy épülőbolt épületében, helyiségében, és nagy érdeklődést keltett, mert ez nagy újdonság volt akkor tájt. És hát azt is mondhatom, hogy ez igazán szép és felelőtlen álmodozás időszaka volt, mert abszolút semmi lehetőségünk nem volt, hogy ezt valóra váltsuk, tehát ezért lehetett álmodozni szemnészebb dolgokat. És hát elég sok időt telt el, mire ez, ennek a realizálása úgy körvonalazódott. Az, hogy ez galgahévízre került, annak az az oka, hogy, mert ez a társaság budapesti volt, nem is ismerték galgahévízt, hanem valami svédországi társaság szeretett volna ilyen gyógyvízzel rendelkező, ilyen természetgyógyász központot létrehozni, és az érdeklődött, és akart itt valami ilyen kapcsolatot teremteni. Hát be is járták az országot, mert Magyarországon rengetegen van hévíz, de egyik se tetszett nekik, mert már kis strandok, meg butikok voltak, és ők valamilyen nagyon naturális helyet kerestek, és akkor, mikor úgy szóba jött, hogy itt is van, hát csak fúrni kellene, akkor ez nagyon megtetszett nekik, és azt mondták, hogy hát ez az. Na, de hát ebből nem lett semmi. Egyrészt valószínűleg nekik sem volt rá pénzük, de annyi lett az eredménye, hogy ez az álmodozó társaság itt megismerkedett Galgahévíz vezetőségével, a plébánossal, a
falunak a értelmiségével, és akkor valahogy úgy itt ragadtak. És akkor úgy az kialakult, hogy na, itt kellene ezt az ökofalut létrehozni. És hát ez így is történt, de elég soká. A 90-es évek táján, a 90-es évek előtt, azt hiszem, hogy 2 évvel jött létre a Galga Farm Egyesület, amelyik létrehozta a Gája Alapítványt, azt hiszem, az 92-ben jött létre, és hát létrejött először a farm, a Galga Farm. Ez egy olyan szövetkezet volt, ami a felbomló régi szövetkezetek tagjaiból állt össze, akik hát arra szánták magukat, hogy ilyen vegyszermentes gazdálkodásba kívánnak részt venni. És maga az ökofalu, mint távlati terv, 2003-ba került bele a Galgahévízi önkormányzat távlati tervébe. Uh-huh. És akkor került kidolgozásra egy ilyen terv, hogy egy falu létesítés, ez elég bonyolult terv, 34 féle hatóságnak az engedélye, meg hát így mérnökileg megtervezni. Viszont az első ház csak 2006-ba épült föl. És ugye helyileg ez a Bikató fölötti, mögötti térséget jelenti. Volt ennek is gondolom szerepe, hogy miért éppen hát oda? Pontosan azért, mert ez annyira ilyen természetközeli hely volt, nem volt a közelben se üzem, se semmi. Tehát ott ez a domb, ez tulajdonképpen a svédeknek ez a domboldal tetszett meg, és hát tulajdonképpen ez a domboldal lett az ökofalu, amit akkor elképzeltek, hogy itt lesz ez a természetgyógyász centrum, és hát ehhez csatlakozott volna akkor az ökofalu, de hát így most természetgyógyászati centrum nélkül lett az ökofalu. Ez egy ilyen déli rejtésű domb a Bikató fölött. Jelen pillanatában milyen állapotban, hogyan, hol tart most ez a dolog, az ökofalu, hogyan néz ki? Hát itt 34 építési telek van, és hát vannak nagyobb telkek, ilyen közösségi épületekre. Hát ezekből elég sok el van már adva, de építkezés még nem olyan sok volt, tehát körülbelül olyan 10 épület épült fel, és hát építés alatt van még egy 3-4. Miért ilyen kevés? Tehát, hogy így távlataiban ez egy picit kevésnek számít, elég sok üres telek van, ahogy így a rajzon látni lehet. Hát ennek több oka van. Már az is érdekes, hogy miért ilyen későn indult meg az építkezési kedv ezen a területen. Hát ez nagyon tanulságos volt, mert már kezdetek, tehát amint már lehetett volna telket venni és építkezni, minden hónapban volt egy nyílt nap, és arra nagyon sok érdeklődő eljött, tehát ezeken mindegyiken részt vettem, és érdekes volt nagyon tapasztalni azt, hogy azért elég jelentős réteg érdeklődik az ilyen lakóhelyek iránt. Én úgy tapasztaltam, hogy menekülni szeretnének a várostól. Tehát ezek inkább olyanok voltak, tehát ez egy ilyen menekülési ösztön volt, akik azt mondják, hogy nem akarják a gyerekeiket úgy nevelni a plázák között, meg ők maguk is szerettek volna. Természetközelinek igen, igen. Nagyon volt. Sokan amiatt érdeklődtek, hogy szerettek volna egészséges táplálékkal táplálkozni, szabadulni ezektől a művi ennivalóktól. Tehát érdeklődő sok volt, viszont vállalkozó, aki elszánta magát, nagyon kevés, mert ennek két okát láttam. Egyik az, hogy ugye nem látták még, hogy itt tehát ez csak egy elképzelés volt, csak látták a szántóföldet, és nagyon nehéz volt elképzelni, hogy itt lesz egy falu. Az üres telkát, igen. Igen, és akkor pláne ez ugye nem volt ugye annyira utakkal ellátva, parcellázva, ez csak később, amit már vették a telket akkor. Tehát nem nagyon tudták elhinni, hogy itt lesz élhető környezet. Meg ugye az is benne van, hogy azért azok az emberek, akiknek ilyen vágyaik vannak, azért nem a milliárdos sok közül való, tehát nem a gazdag emberektől. Most a pénztelen embereknek olyan gondjaik vannak, hogy el kell adni először a régi lakást, akkor abból épik, igen ám, de addig hol lakjak. Tehát nagyon sok nehézség akadályozta, hogy ez benépesüljön, de azért elkezdődött egy idő múlva, és most meg azért állt le, mert most úgy érezzük, hogy teljesen leállt,
a Turai Építési Hatóság akadályokat gördít a természetes anyagok felhasználásával szemben az építkezésnél. Még eleinte építési engedélyeket kiadtak vályogra, meg mit tudom én, ilyen bontott téglára, szalmabála szigetelésre, de aztán itt valami személycsere történt a Turai Hatóságnál, és az új ember, akinek ezt engedélyezni kéne, ez megmakacsolja magát, és nem akar ilyen engedélyteni, sőt, tehát olyan is van, hogy már engedéllyel felépült háza nem adják meg a lakhatási engedélyt, és mindenféle, tudom én, újabb papírokat, adatokat, bizonyítékokat követelnek, hogy ez jó, ez mit tudom én. Szóval ez elég sok embernek elvette a kedvét, tehát volt, aki emiatt visszajött. És hát most várjuk, hogy ebben valami áttörés legyen, mert most már 2 éve nem kezdődött új építkezés. És ez ugye már nem az önök hatáskörre, tehát itt ez azért nehéz. Nem, persze, hát itt nem tudok mit csinálni. Itt tulajdonképpen egy rendeletnek, egy építkezéssel kapcsolatos rendeletnek az értelmezése körül van a vita. Uh-huh. Tehát lehet így is értelmezni, lehet úgy is értelmezni. Volt, aki ezt az ő építési tervét elvitte Szolnokra, ott bemutatta, hogy arra adnának egy építkezést, ezt nekünk minden további nélkül. Mert ők úgy értelmezik, itt meg nem úgy értelmezik. Értem. De akkor ezek szerint ugye nagyon sok kitétele van annak, hogy ebben a faluban éljen valaki, akár itt az építkezési anyagok szempontjából, illetve Sára említette az élelmiszereket, az egészséges táplálkozást. Mi az az életmód, az a szemlélet, amit itt követnek önök ebben az ökofaluban? Hát amikor ez az ökofalu álmodása, megálmodása történt, akkor nagyon szimpatikus és pozitív szempontok kerültek felszínre, amik engem is vonzottak, mégpedig az, hogy kisebb ökológiai lábnyommal éljük, az azt jelenti, hogy szerényebben, vagyis kevesebb értéket használjunk el a föld által megtermelt értékekből a boldogulásunkra. Tehát és ezt úgy fogalmazták meg az elképzelők, hogy önkéntes egyszerűség. Hát ennek az egyik tényezője lett volna az, ami mondjuk ez a része megvalósult, hogy olyan házakat építsünk, amelyekkel takarékosan lehet fűteni, mert ugye elég sok energia pazarlódik el arra, hogy az ablakon kifűtünk, vagy mit tudom, nyáron légkondicionálót használunk. Tehát az egyik szempont ez volt, de volt egy másik, ami egy kicsit távolabbra tekint, hogy ne csak avval törődjünk, hogy mi mennyi, hány forinttal fűtünk, hanem avval is, hogy mennyi energiát építünk be a házunkba. Tudnék, azok az építőanyagok, amik ma divatosak, azok rendkívül sok energiapazarlással, felhasználással készülnek, ilyen a kőzet, gyapot, tehát meg a műanyagok. Tehát az volt az elképzelés, hogy úgy határozzuk meg az építési anyagokat, tehát nem úgy, hogy konkrétan megmondjuk, hogy miből szabad, miből nem szabad, hanem egy olyan viszonyszám létezik, Európa, Svájcban már régebben használatos, most már nálunk is ismerik, ami a bevitt energiát jelenti mindenféle építőanyagra. Tetőcserép, beton, mit tudom én, csempeburkolat, tehát mindegynek van egy avval kapcsolatos ilyen energiafelhasználási mérőszáma, hogy milyen sok energiával készült. Na most ez van meghatározva, hogy ez négyzetméterenként mennyi lehet. Most ezt akkor lehet csökkenteni, míg ezt természetes úton, tehát banálisan is meg lehet közelíteni, hogyha minél több természetes anyagot használ, és az sem messziről szállítja. Na most ez nem azt jelenti, hogy bármi anyag meg lenne tiltva az építéshez, hiszen mi is időtálló épületeket akarunk, tehát nálunk is a ház alapja az betonból készül, korszerű szigetelanyagok, amely az elszigetelve, de ott, ahol lehet, ott már elkerüljük ezeket a drága modern építőanyagokat, és ezért a falak vályoggal, vályogtéglával, a szigetelés nem kőzetgyapot, hanem szalmabálával. Tehát egy picit visszatérve a régi paraszt. És ezek mindjárt nagyon kis bevitt energiát jelentenek, és így az átlag le fog csökkenni. Tehát ez jellemző a házainkra. A elképzelésnek az humán oldala az már sokkal nehezebben valósítható meg, az önkéntes egyszerűség. Sajnos nekem
azt kell tapasztalnom, hogy ehhez egy bizonyos életkorba el kell jutni, hogy az ember le tudjon mondani arról, ami felesleges. A fiatalok képtelenek rá. Látják a televízióban a reklámokat, hogy hát mikor érsz valamit, ha mit, és olyan, de egyszerűen azt se lehetett elérni, hogy kis házakat építsenek. Ugye a magyar ember egyszer végre épít, akkor azt mondja, na, még egy szoba a nagymamának, ha lesz három gyerek, jaj, mi lesz a négyek is? Nagy házakat építenek, és láthatjuk ezeket a falvakba is. Ez az önkéntes egyszerűségre való képtelenséget mutatja. Igen. Meg kell venni ezt, az hely kell neki a lakásba. Mindenből egyre többet, egyre jobbat. És mondjuk itt... Annak ellenére, hogy az ide jövő emberek azért bizonyos szempontból érintettek a környezetvédelem, az ökológia szempontjából, mégsem tudnak egy határon túl ellenállni, hogy na azért az módos legyen. Hogy elég. Módos, hogy legyen azért, mit tudom én, szauna benne, hogy azért itt is legyen egy fürdőszoba, meg ott is legyen, ha kétszintes. Ezt úgy látom, hogy ez egy naív elgondolás volt, hogy ezt az embereknek úgy át lehet adni. Ezt meg kell tanulni mindenkinek, hogy felesleges dolgok tömegét nem kell összevásárolni. Ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, a Népfőiskola szokott szervezni különböző látogatási napokat előadásokkal egybekötve. Milyen módon lehet az érdeklődőknek, hogyha a kedves nézők szeretnének ellátogatni az Ökofaluba, akkor erre hogyan van lehetőségük? Az Ökofaluba minden hónap első vasárnapján van nyílt nap, 10 órakor kezdődik. Hát ennek jelentős része ilyen elméleti magyarázat, amit a Gaia Hotel termében rossz idő esetén, vagy a Galga Farm területén tartanak, és annak az egyik része, hogy kijönnek és körbesétálnak az Ökofaluba. De hát az Ökofaluban nagyon sokat nem látnak, szóval nem akarok nagy fogat csinálni a látogatóknak, ott látnak egy pár épülőfilmet és épülőházat, szóval ott sok látnivaló nincs. Hát most épül pályázati pénzből egy bemutató központ. Ha az elkészül, akkor ott lesznek látnivalók, még mondjuk mi sem tudjuk pontosan, hogy mik, valószínűleg olyanok, tehát csak úgy hallomásból tudjuk, hogy alternatív energiák, hogy milyen egy szélkerék, hogy működik egy geotermikus fűtés, szóval lesz ilyen bemutató központ, és hát gondolom, hogy akkor már többet látnak. Most ez a központban épül, bocsánat, tehát hogy itt az alaprajzon ugye látszik, és mind a kedves nézők is látják a képernyőn, hogy a falu központban ugye van az a bizonyos nagy épület, az egy lakórész, és azon a környéken lesz ez a bemutató központ is? Nem, itt lesz a bemutató központ, itt épül, itt a bejárat mellett közvetlenül. Igen, hát aztán valahol lesz szélkerék, itt lesz egy permakultúra, tehát egy ilyen olyan kertészet, ami ilyen fenntartható jellegű. Tehát a szennyvíztározó melletti részen fog elhelyezkedni. Igen, ezen az oldalon, igen. Hát ennek meg mondjuk az lenne a bemutatási célja, hogy az egyszer már tisztított szennyvizet gyűjti össze. Az egyszer tisztítás az úgy történik, hogy minden épületnél ilyen tartályos, baktériumos, levegőbefúvásos, baktériumos tisztítás van, tehát az így nyert szennyvíz, az már élővízben rezhető lenne. Most ezeket, ha összegyűjtik, itt egy nagy gyökérzónán keresztül belemegy ebbe a tóba, és akkor ebbe a tóba hát fürödni lehet, vagy tudom, szóval pillanatnyilag még ez nincs kész, mert ugye elég kevés víz van a tóba, de hát ez az elképzelés szerint 50 család szennyvízének az összegyűjtésére készül, de hát mondjuk 10 ház, ez nem tudja ezt produkálni. Persze, nyilvánvaló. Étkezéssel kapcsolatban ugye még volt erről egy rövid mondat, hogy egészséges étkezés. Igen. Saját kertészet is van jelenleg egy-egy nincs. Háznál, vagy ez nincs, is csak nincs tervezett? De most, hát sokszor mondják a propagandában benne, hogy önellátó falu, hát mi, akik ott lakunk, ezen tiltakozunk, sajnos nem vagyunk azok. Egyrészt azért nem, mert ezek kicsitelkek. Olyan kicsitelkek, amik, hát legfeljebb, hogy legyen egy sor petrezselyen, vagy mit tudom, két paradicsom. Másrészt domboldal, harmadrészt nagyon vékony rajta a termőréteg, tehát nem ideális kertészethez. Nem tudom, hogy majd ide
hordtak, az innen kiásott termőföldet tették. Na most nálunk az egészséges élelmiszer a Galga Farm termékeiből érhető el. Sajnos ennek elég szűk a kínálata. Gabonaféléket termel, ez azt jelenti, hogy kenyérfélét. Pillanatilag most az sem sütnek, mert az pékre sütötték, de most építenek egy pékséget, saját pékséget. Azon kívül tejterméket, tejet, mert ez a fő profiljuk. Tehát vaj, sajt, túró, és hát valamennyi mangalicát is tartanak, de hát mondjuk itt az ökofalú lakosok között elég sokan vegetáriánusok, pont zöldségtermesztéssel nem foglalkoznak. Úgyhogy itt az önellátásnak a legnagyobb bibie, hiszen legtöbbet zöldséget teszik az ember. Igen, és hát arra mondjuk lenne is ott lehetőség talán, hogy a talaj, a föld az mondjuk elég jó minőségű azokon a részeken. Hát itt nem túlságos jó, de van egy kertészeti része a farmnak. Az jó minőségű, hát elég jó, tehát föl lehet javítani, sok trágya van. Mire buzdítaná a tévénézőket Sára az életmóddal kapcsolatosan, vagy akár azokat, akik érdeklődnek az ökofalu iránt? Hát jöjjenek el erre a nyílt napokra, hallgassák meg a előadásokat, aztán jöjjenek el, beszélgessenek a falu lakóival is, hiszen mi létrehoztunk a jelenlegi ökofalu lakóiból, illetve hát azokból is, akik csak telket vettek, de még nem építkeztek, egy egyesületet. Az a nevünk, hogy Galga Hévízi Ökofalunkért Egyesület. Elérhető ez valahol? Ez még nem, most bejegyzése még folyamatban van, hát most már március óta történik, reméljük, hogy szeptemberben be lesz jegyezve, de attól még vagyunk, és mi is a hónap első vasárnapra tettük a közösségi napunkat, amikor együtt szépítgetjük a környezetünket, tehát délelőtt dolgozgatunk, együtt általában megebédelünk, bográccsal valahogy, és akkor utána beszélgetünk, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik esetleg valami konkrét az ott lakóknak a véleményét is szeretné ismerni, és mi elmondanánk neki, hogy milyen szép hely, milyen jó itt lakni, és hogy még tökéletesebb legyen itt minden, az nagyon sok részt rajtunk múlik, tehát ami összefogunk, akkor tényleg sok pénzt meg tudunk takarítani, amit tudom én, ilyesmire gondolok, hogy hát csak egy páran csináljuk ezt, hogy közösen használjuk a kocsit, vagy ha valaki fölmegy Pestre, akkor megbeszéljük ki az, aki még fölmegy, és akkor együtt mennek föl. De hát ezt lehetne még tovább fejleszteni, fokozni, és ilyen elképzeléseink vannak. De hát ezt többen kellene, hogy legyünk. És hát ezeket is elmondanánk annak, aki érdeklődik. Igen, az a lényeges, hogy közösségi szerveződés nélkül nem nagyon lehet változtatni az életformánkat, mert akkor kell kocsit tartani, kell gyereket óvodába vinni, bölcsődébe vinni. Tehát ha úgy összefognánk és együtt, egymás segítve, akkor tudnánk ezt a lábnyomot csökkenteni. Így nem tudjuk. Az az igazság, hogy semmivel se kisebb a lábnyomunk, mint azelőtt volt. Semmivel se kisebb. Pillanatnyilag. Sőt, inkább nagyobb, mert ugye most még messzebb kell menni vásárolni, mint tudom, a városba. De ezt lehetne. Csak többen kellene. Többen kellene, és hát erre törekedni kellene. Akkor arra buzdítjuk kedves nézőinket, hogy jöjjenek minél többen, tartsanak Paraszkai Sárával a Galga Hévízi Ökofaluba, és nézzék meg az ottani életmódot. Hát szeretettel várjuk a vendégeket. Köszönöm, Sára, hogy a vendégünk volt. További jó munkát és kellemes kikapcsolódást kívánok az ökofaluban. Köszönöm szépen. Vendégem a stúdióban Kocman Máté, Domonyból. Szeretettel köszöntelek, Máté. Aki az Eszterházi Károly Főiskolán végzett bortechnológusként. Mátét pedig azért hívtuk meg mai adásunkban, mert tulajdonképpen a térségben nagyon nagy hagyománya van a szüreti mulatságoknak. Na de honnan is indultak ki ezek a szüreti mulatságok? Hát természetesen a szüretből, a szőlőszüretből. Miért is fontos a szőlő szüretelése? Hogyan készül a bor? Hogyan zajlik egy szüret, Máté? A szüret előkészületekkel kezdődik. Az úgy történik, hogy a pincét felkészítik, kitakarítják és felkészítik az új bor érkezésére.
az eszközöket, illetve a hordókat eltakarítják, fertőtlenítik. Milyen eszközökről beszélhetünk? Ott ugye mondtad, hogy hordóról. Eszközök, hordó, de ezen hordóról, ezen kívül még a présről, a darálóról, tehát a szőlő bogyó feltörésére alkalmas eszközről. A prés az tulajdonképpen azt a funkciót tölti be, amit régen itt a galgamenti vidéken a lányok ugye lábbal végig táncolták, a szőlőszemeket taposták. Igen. Pontosan ez arra szolgál, hogy a már feltört bogyókat ennek az eszköznek a segítségével nyomással kipréseljék, tehát a nevében is benne van, kipréselik bele a lét, és a bogyóhéj, illetve magok, valamint a kocsány nem kerülnek bele ebbe a lébe, a múzsba. Miért nagyon fontos az, hogy megfelelően tisztítva legyenek ezek az eszközök a szüret idejére? Azért nagyon fontos, hogy megfelelően tiszták legyenek ezek az eszközök, mert az előző szüretről, esetleg az évközbeni feladatoknál használt dolgokat, ha nem fertőtlenítik, nem tisztítják meg a kellő módon, akkor olyan baktériumok telepedhetnek meg ezeken az eszközökön, amelyek a későbbiekben az új bor, vagy ugye bár a must betöltése például a hordónál, ha betöltik, átveszi ezeknek az ízét, ezektől a baktériumoktól megbetegedhet a bor. És különböző borhibákat tapasztalhatunk. Mi történik azután, hogy a megtisztított présből ugye kipréseljük a szőlőnek a nedvesség tartalmát, hogyan zajlik tovább a folyamat? A préselés után igazándiból a fehér és a vörös bort ugye különféleképpen folytatják a készítését. A fehér boroknál egy érlelés kezdődik, még a vörös boroknál a préselés előtt van egy olyan folyamat, ami arra szolgál, a héjon erjesztés, illetve héjon áztatás. Erre azért van szükség, mert a vörös borok készítéséhez a kék szőlőnek vastagabb a héja. Uh-huh. Mint tudjuk, a szőlőnek a héjában vannak azok a illat, íz és színanyagok, amelyeket ki kell oldani ahhoz, hogy ilyen szép vörösek legyenek a boraink, illetve megfelelő íz és illatintenzitása legyen. Ez egy héjon erjesztés, ami több napos is lehet akár. Ez is hordókban történik, vagy ennek más? Hát ezeket igazániból nagyobb borászatokban, acéltartályokban alkalmazzák, vagy pedig hát így kisebb szinten így nagyobb kádakba. Uh-huh. Tehát héjon tartják, ezt együtt, amikor miután le van darálva, és még a préselés előtt történik ez a folyamat, ez több, akár több napig is, egy-két órától kezdve több napig is történhet ez a dolog. Ez arról szól, hogy az íz, illat és a színanyagokat kinyerjük a bogyóból. Ugye az erjesztésnél, itt mondtad, hogy a fehér boroknál ugye nincs meg ez a folyamat, azokat nincsen. Elkezdik erjeszteni. Nagyon sokszor halljuk, hogy fa hordókban történik a tárolás. Ez miért fontos? Fahordós érlelés az azért jó, mert a bor megfelelő mennyiségű oxigénhez tud jutni. Amikor megtörtént ez az erjesztési folyamat, ez mennyi idő? Ez változó boronként? Ez változó, ez fajtától, illetve évjárattól függő, tehát hogy milyen az időjárás. Akkor, tehát ha ez megtörtént, akkor azt mondhatjuk már, hogy készen van a bor, elkészült a bor, vagy itt még nem beszélünk borról? Hát itt először is a bor elkezd erjedni, és ezután, az erjedés után, nagyobb borászatokban ezt úgy szokták, hogy derítést végeznek rajta. De ez annyit jelent, hogy a még megmaradt szedimentanyagok, ezek a szennyeződések, beszélünk itt bogyóhéjról, esetlegesen bekerült magokról, ezeket mind hozzáadott segédanyaggal lederítik, leülepítik ezt a fajta szedimentanyagot, és ezt elválasztják róla a bort. Uh-huh. Erre azért van szükség, hogy szép, tiszta legyen a bor, és ezek a szediment anyagok ne károsítsák tovább. Értem, és akkor innentől pedig a palackozás zajlik már? Hát ezután lehet még ugye hordós érlelés,
ez még lehet tovább finomítani ezeket. Ez is mind attól függ, hogy a borász milyen bort szeretne magának, vagyis hát, hogy nem csak magának, hanem ugye a vevőnek is. Hoztál nekünk különböző borokat bemutatni. Mi a különbség az itt az asztalon felsorakoztatott borok között? Hát igazándiból kékszőlőből készíthető egyaránt vörösbor, rozébor, illetve kékszőlőből még fehérbor is készíthető. Most ennek az a titka, hogy mondjuk, ha fehérbort akarunk készíteni kékszőlőből, ez kicsit így furcsa hangzik. Igen, valóban. De lehetséges. Ennek az a titka, hogy amit az előbb mondtam, azt a héjon erjesztés. Tehát itt nincsen héjon erjesztés, héjon tartás, hanem a szőlő bogyózása és zúzása után a levet egyből elválasztjuk. És ezért akkor, nem lesznek meg azok a színanyagok. Ezért nem tud ki nyerődni a szőlő héjából ezek a színanyagok. A rozé szintén ugyanígy készül, kék szőlőből. Itt annyi a különbség, hogy nem több napos áztatás van, hanem csak egy-két órás mondjuk, és attól lesz ilyen szép világos, hát ilyen hagymai sárga, ilyen rozé színe. Uh-huh. És akkor van ugye a vörösbor, hát az az áztatástól függően, hogy mennyire lesz a színe, meg hát nagyon a fajta, a befolyásoló tényező, hogy mennyire szín, anyaga mennyiben gazdag, mennyire festő jellegű ez a bor, ez a szőlő. És van még itt egy tokai aszú, ugye hát egy hungarikumunk. Miben más a tokai aszú, mint az előbb felsorolt borok? Hát a tokai aszú abban más, már a szüretben is más. Tehát másképp szüretelik. A tokai aszú készítéséhez nem minden szőlőfajta alkalmas. Megadott szőlőfajták vannak ehhez, és nem alkalmasak rá a különböző vidékek, ezért készítenek általában csak Tokajon, hegyalján főként tokai aszút. Na most ez úgy készül, hogy a szüret, amikor már elkezdődött, onnantól kezdve még tehát a borász tudja már, meg a szőlész, hogy ebből tokai aszút szeretne készíteni. Eldöntik, hogy melyek azok, amelyikből ők ezt elő tudják állítani, és ilyenkor ahhoz, hogy ebből tokai aszú legyen, egy betegségre van szükség. Nem a szőlőnek, igen, pontosan egy betegségre van szüksége. Egy botritis nevű betegségre, ami olykor káros a szőlőre, viszont jelen esetben a tokai aszú készítésénél hasznos és a szőlő előnyére válik. Miután a szőlő már megfelelően beérett, ezután megreped a szőlő, és megtámadja ez a botritis nevű betegség, és a nedvesség tartalmát elkezdi neki csökkenteni. Uh-huh. Tehát egyre jobban ilyen mazsolás formában. Mazsolás összeasszusodik. Tehát betöppednek a bogyók, a víz tartalmából, a nedvesség tartalmából veszít, és csak a cukortartalom marad fent. Ezért is készítik ezt ugye édesborként. Így van. Miután leszüretelték, lebogyózták le, szemezték, tehát igazándiból ez egy nagyon macerás, ez a szüretelés. Ezt az asszonyok szokták végezni, mert nekik jobb a kézügyessége, szokták mondani, ezért ők szokták ezt szüretelni, és az adott fürtökről kiválogatják az asszú szemeket. Na most ugye hallottunk már három puttonyos, négy puttonyos, öt puttonyos asszúról. Igen. Ezek mind attól függnek, hogy hány puttonyos, hogy az adott borhoz, vagy éppen musthoz hány puttony asszú szem kerül. Értem. Tehát ezt az asszú szemeket, ezeket leszüretelik. Minél több, annál több puttonyos. Tehát pontosan ezt úgy szokták mérni, hogy egy gönci hordóba beleteszik az asszú szemeket, attól függően, hogy hány puttonyos, majd feltöltik borral, vagy eredésben lévő borral, vagy musttal, és ezek együtt erjednek, érlelődnek, és ettől függ, hogy hány puttonyos ez az aszú. Értem. És ugye hoztál nekünk nagyon szép cseréptároló edényt is. Igen, ez egy agyagból készült borhűtő. Ennek az a funkciója, hogy a már lehűtött bort ebben az edényben, ha már
adott esetben kirakjuk ugye az asztalra, és a hűtőből már kivettük, akkor ugye egy idő után felmelegedne. Tehát átvenni az adott hőmérsékletet a helyiségnek. Ezt, hogy elkerüljük, ebbe a cserép agyag borhűtőbe tesszük, ami nagyon jól megtartja a hőmérsékletet, és ezáltal nem melegszik fel olyan hamar a bor. És Máté, mit üzennél azoknak a családoknak, akik most így szüret idején, akár a szüretre készülnek, akár bort inni készülnek? Én ajánlom mindenkinek a borfogyasztását. Teljesen mindegy, hogy miért szeret az illető. Igazándiból ezt orvosok is bebizonyíthatják, hogy a bor maga az egészséges, ugye kellő mértékben, tehát a túlzott fogyasztása az nem ajánlott, de kellő mennyiségben azért ez még jó hatással is lehet a szervezetünkre. Fogyasszuk tehát magyar borainkat a csendes őszi estéken és hétvégéken. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Köszönöm, Máté, hogy itt voltál. Egészségükre! Önök a Porta 15. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!